A csernobili baleset az egyik legsúlyosabb katasztrófa volt az atomenergia felhasználásának történetében. 1986. április 26-án hajnali 13:30-kor az atomerőmű 4-es reaktora gőzrobbanás miatt kigyulladt, amit robbanások sorozata követett. A mai Ukrajna, Fehér Oroszország és Oroszország területén hatalmas területek szennyeződtek, körülbelül 200 000 embert kellett azonnal kitelepíteni. Dr. Szülősi Tibor akkor fiatal ideggyógyászként dolgozott a Técsői Járási Kórházban, őt azonnal a helyszínre küldték. Egy 12 fős csoporttal érkezett a katasztrófa helyszínére, ahol egy hónapot töltöttek, 11-en nem sokkal hazatérésük után meghaltak. A főorvos a mentési munkálatokban résztvevőkkel napi kapcsolatban volt, a sugárfertőzés először a már meglévő betegségeiket erősítette fel. Nagyon sokan, legalábbis aztán, mikor már 1000-en felül voltunk, már úgy értem a munkások, az építőmunkások, eltitkolták a latens betegségeiket. Egyedüli ok az volt, hogy háromszoros fizetést, bért ígértek nekik, akik vállalják az ottani munkákat, és ezért bizony ezzel a céllal, hogy hát keressenek, eltitkoltak betegségeket. Értem ezzel az epilepsziát, meg a hozzá hasonló ideg, meg elmebetegségeket, cukorbetegség, magas vérnyomás betegség, stb. És az az állapot, a megfeszült ideg állapot, a munkakörülmény meg minden összességében bizony-bizony, hogy felszínre hozta ezeket az eltitkolt latens, hogy úgy mondjam, állapotokat. Ezért sok munkást haza kellett küldeni, éppen emiatt, hogy exacerbálódott a betegsége, és egyáltalán az állapotuk romlott. Természetesen a szovjet vezetés megpróbálta elhallgatni az ügyet, de a svédek még időben észrevették a radioaktív felhőket, így figyelmeztetni tudták a világot. Ezeken a felvételeken az látszik, hogyan észlelték az atomfelhőt a levegőben. A baleset a szocialista tájékoztatás politika legnagyobb kudarca lett, és erősen hozzájárult a Szovjetunió összeomlásához. Az első jelentéseket csak 2 nap múlva adták ki, a központi pártlap pedig csak a május 1-jei ünnepségek után számolt be róla. A Magyar Rádió így jelentette be a történteket. A Szovjetunió beli csernobili atomerőműben baleset történt. A jelentések szerint az egyik reaktor sérült meg, és többen megsebesültek. Az illetékesek megkezdték az ukrajnai atomerőműben keletkezett üzemzavar megszüntetését. A károk felszámolására kormánybizottságot hoztak létre. Az Energia Klub vezető tanácsadója szerint a baleset alapjaiban rengette meg az emberek atomenergiába és a tudományba vetett hitét. 86, azt gondolom, hogy egy olyan dátum az atomenergia életében, ami gyakorlatilag onnantól kezdve csak lefelé volt. Én azt gondolom, hogy az embereknek a hozzáállása egy technológiához az nagyon sokat nyom alatban, azt tekintve, hogy a társadalom elfogad egy technológiát, avagy nem, és az atomenergiával szemben ellenállás és ellenérzésnek az egyik legfontosabb sarokpontja és dátuma az 1986, amikor is tulajdonképpen egy ellenőrzött művelet zajlott, és mégis elszaladt a reaktor, és az lett belőle, ami lett. 2011 márciusában pedig bekövetkezett az elképzelhetetlen, a japán fukushimai atomerőmű balesete. Egy földrengés és az azt követő cunami romboló hatásai súlyos nukleáris üzemzavarok és balesetek sorozatát indították el. A beslések szerint az okozott szennyeződés összemérhető az 1986-os csernobili atomkatasztrófa hatásaival. A környékbeli földeken mért radioaktivitás szintje is összemérhető a csernobilivel, de a szennyezés kiterjedése itt korlátozottabb.